Az Európa Design belsőépítészeti külön díjának zsűrie nehezebb helyzetben van, mint a MÉD zsűrie, hiszen nekik megvan a lehetőségük, hogy a döntősekkel személyesen találkozzanak, és meghallgassák a személyes prezentációjukat. Míg a mi esetünkben kizárólag az előre feltöltött digitális tartalmakra tudunk hagyatkozni, és az abból leszűrődő élményt tudjuk feldolgozni. Ennek a megítélése igazán professzionális és gyakorlott szemet igényel, ezért is választottuk ki a szakma ilyen jellegében legjobb tanárait, tanítóit. A Metropolitan Egyetemről Kovács Zoltán, a zsűri elnöke tulajdonképpen, a MUM-ét Kovács Csaba képviseli, a Pécsi Tudományi Egyetemről Medvegy Gabriella, illetve új zsűritagunk a Soproni Alkalmazott Művészeti Intézetről Lenkei Balázs. A zsűrizés egy nagyon szigorú szempontrendszer mentén halad végig, amelyben számtalan építészeti, belső építészeti, fenntarthatósági szempontot is kérünk, hogy vegyen figyelembe a zsűri. Pontosan annak érdekében, hogy az épített környezet, építészeti és belső építészeti tartalmak közötti szinergia, összhang, illetve a társadalmi hatása, közösségépítő hatása is megmérettetésre kerüljön. Ezen szempontok szerint vitatkozik a zsűri önmagával. Ettől is válik igazán értékessé ez a zsűrizési eljárás, mert a négy egyetem is különböző szempontú látásmódot képvisel. A 2020-as év az egy érdekes év. Nem szabad elmenni a járványhelyzet mellett. Természetes módon az idei pályaművekben még nem lehetett nyomokban sem felfedezni az erre való reakciót. Jövőre már biztosan fogjuk keresni. De kiegészítve az eddig elmondottakat, a lakóépületekkel szembeni kihívás a jövőben mindenképpen a másodlagos irodai home office irodai funkcióknak a befogadására fog valószínűleg megoldásokat hozni. Tehát itt mind az építész, mind a belső építész, mind a gépész szakmának is egy olyan új igényt kell kielégíteni, amely erre a rendkívüli helyzetre tartós és nem csak átmeneti megoldást fog tudni adni. Az, hogy létrehoztak egy harmadik kategóriát, én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen egy pozitív értéke magának a díjnak, vagy a díj átadásnak, hiszen ez a harmadik kategória, ez lehetőséget teremt arra, hogy Magyarországon szokatlanul a szakmának az a rétege is részt tud venni ezen a pályázaton, aki nem konkrét kész munkát tud letenni az asztalra, akár tervben, akár egy konkrét kész épület kapcsán, hanem olyan fiatalok, kollégák vagy friss szemléletű emberek is részt vegyenek, akik eddig nem tudtak részt venni magán ezen a pályázaton. És én azt hiszem, hogy ez jövőbe mutató, és én mindenképp örültem ennek a kategóriának, és én úgy gondolom, hogy ez egyfajta szabadságot vagy nyitást jelent, tehát nem szűkíti le csak már konkrét, úgy mondom, projektekre, megbízásokra a pályázatanyagát, hanem lehetőséget teremt egyfajta új íz bevitelére a tervezői vagy építész gondolkodásba. Eddig azt tapasztaltuk, hogy maga a díj, nem csak ez a díj, hanem általában minden olyan díj, ami
hogy mondjam, a valós projekteknek a bemutatását szorgalmazta elsősorban. Az kicsit gátat is jelentett a fiataloknak, hogy részt vegyenek egy-egy pályázaton, hiszen kvázi kizárta őket. Most ezzel az új megoldással eljutottunk oda, hogy a fiatalok is bátrabban mernek részt venni egy-egy ilyen pályázaton. És én azt hiszem, hogy ez a pályázati részvétel, ez igen fontos, hiszen a megmérettetés, ugye ez elengedhetetlen. Tehát ahhoz, hogy valaki az önértékelésébe helyére tudja tenni önmagát és terveit, ahhoz nagyon fontos, hogy egy olyan szakmai közegben mutassa be a munkáját, ahol több szempont szerint, akár más szempontok, amire ő gondolt, más szempontokat behozva a tervezői gondolkodásba meg tudja mutatni a munkáját. A hallgatói pályázatok vizsgálata nekem mindig egy jövőbeni időutazást jelent, hiszen azt látjuk, hogy ezek a fiatalok most mit gondolnak a világról, mi, ami számukra fontos. És én azt a bátorságot látom, hogy mernek nyitni olyan társadalmi szituációkra, kihívásokra, amelyeknek a megoldására ők építészeti, belső építészeti megoldást hoznak, és ez az ő társadalmi érzékenységüket mutatja. Nyitottak, merészebbek, és reméljük, hogy ez a hatás, ez növekedni fog, és a megrendelők ezt látni fogják, és akár az állami, akár a magán, vagy az üzleti oldalról egyre több megrendelést fognak kapni. Mi ebben támogatjuk őket. Magyarországon ez a helyzet, ami létrejött a pályázat kapcsán, én azt hiszem, hogy most már évek alatt, vagy évek óta mutat egyfajta markáns, mondhatnám, fejlődést. És én azt hiszem, hogy a jövő nemzedéknek, vagy a fiataloknak lesz ebben óriási szerepe, hogy mondhatnám, hogy ízlést formáljanak, tárgyakat tervezzenek, építsenek, mint akár ahol most ülünk, ilyen típusú tárgyakat. Azt már mindenki elfogadja Magyarországon, hogy szükség van egy gépészre, szükség van egy elektromos tervezőre, szükség van, nem tudom én, egy talajmechanikusra, de az, hogy belső építészre van-e szükség, azt ilyen markásan nem lehet kimondani, hiszen ha belegondolunk, egy belső építész az nem tönkreteszi az épületet és a tereit, hanem megpróbálja értékelni és megérteni az építésznek az alapkoncepcióját, és erre építve egy teljesen új önálló gondolatot tud létrehozni, ami a saját karakterét, a saját gondolatait ki tudja fejezni. És én azt hiszem, hogy ezt a jövő nemzedék ezt egyre inkább érzi, egyre jobban fölfogják, egyre több olyan ember kerül ki az egyetemekről, akik ennek a szerepét fel tudják vállalni, és időben ott lesznek, és időben segítenek.